eljöttek. Különösen a szeretettel és tisztelettel köszöntöm Szüléi Levente, Kossuth és Elkertelő Díjas szintről gratulálunk, megkapta a Kölcsei emlékplakettet is tudtisztelt. Ez mutatja az időhullását. A kitűrők közül, ahogy elnézem magunkat, nagyon sokunknak fiatalkori szerelem volt az a zene, amit Szörény Leventék játszottak, de itt mai nap a Pilis kutatásával kapcsolatos tevékenységéről fogunk hallani. És néhány szót szeretnék mondani, akik még nem voltak itt, vagy újak, hogy mi is a Pilis titkai előadáshozat. Három évvel ezelőtt gondoltam arra, hogy az alapítványunk, a Sertőzőpéter Alapítvány, a Jövkultúrális Alapítvány keretén belül egy téli előadássorozatot szenteljünk a Pilis kutatásának. Régóta ismerem jó barátom, a Lászki Imre, Csernyés Panka, Bálintista, és tudom, hogy milyen óriási munkát végeztek ők a Pilisbe, és akkor arra gondoltam, hogy itt a hosszú téli estéken gyűjtsük össze azt a szellemi tőkét, amit a Pilis kutatók összehoztak, és ismerjük meg az ő kutatási eredményeiket. Így már előadást tartok itt Csernyés Panka, Bálintista, Aradi Lajos, Radványi Villa, Szőnyi József, több alkalommal is Kőfi József, és most eljutottunk oda, hogy megtisztelt bennünket Szőnyi Levente művész úr. Szeretnénk a Pilis értékeit itt a Pilis szélén összefogni. Ha úgy tekintjük, hogy a Pilis valamikor egy sziget volt, a Pilis inzula, akkor mi ennek a szigetnek a déli részén helyezkedünk el. De hogyha úgy tekintünk erre a Pilis Csabára, mint a rejtélyes, a titokzatos Pilisnek egy részére, akkor is helyben vagyunk. Pilis Csabáról valószínűleg sokan hallottak, már ismerik, sokan itt laknak. Ez a település arról vált ismerté, hogy van egy katolikus egyetemünk. Sajnos ez a katolikus egyetem kb. 25 év után lassan Pilis Csabán megszűnik létezni majd. Régen egy egyetemi kampusz több száz évre gondoltak is, több száz évre működtetik. Most, ha megint kinéztek, vagy még láttak valamit a sötétben, akkor látják, hogy egy iszlám, én csak úgy mondom, iszlám kutató központ épül. Én, hogy ez meddig fog maradni, ezt nem lehet tudni. Én nagyon örülnék, hogyha a Pilis Csaba végre helyt adhatna a Pilis kutatásainak, a magyar őstörténet kutatásának, és most, hogy felszabadulnak majd épületek, helyek itt, jó lenne, hogyha azokat helyekre zöldhetnek, áldoznának a Pilis kutatásának is valami kis helyet. Ezek a mi előadásaink is erre ügyelte a figyelmet, hogy milyen sok kutatóságot lejjünk is. Én nem akarom tovább húzni az időt, megkérem, hogy aki még nem írt alá jelenlétét, írja alá, csak olyan szempontból, hogy megkérdezik, hogy tudjuk elérni, vagy hogy tudjuk értesíteni, hogyha egy újabb programot szervezünk. Megkérem, Pilis Csaba polgármesterét, külön köszöntöm őt, köszönöm, hogy megtisztelt, szerintem is eljött, pár szóval köszöntjük a részletőket is. Vissza is mondok, és átadom a szót. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a művészület, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm önöket, akik eljöttek a másik előadásra. Épp ahogy értem, hogy felidéztem magamban, hogy
1983-ban, akkor 4 éves voltam, akkor az István a királyt itt a moziban, a Clarissa házban néztük meg. És az első dupla kazett, amit én kaptam, az első magnumhoz, az István a király volt. És aztán 93-ban, amikor az Attila Isten kardját volt a bemutatója, akkor ott voltam, 14 éves voltam, és óriási hatással volt rám mindenik, mint ahogy minden írás, amit olvastam szülei leventétől. És akik itt élünk a Pilisben, és akik járjuk a Pilist, tudjuk azt, hogy micsoda erő van a Pilisben, és micsoda feltöltődés mutatni az embernek. És nagyon nagy kíváncsisággal várom a vezetet, és azt gondolom, hogy nagyon sokat fogunk tanulni jövőre mindennyel. Köszönöm szépen, hogy eljött. Még egy rövid utolsó mondatok. Mikor eljöttem, átmondott Bécsernek nevezető, de valóban el kell mondanom, hogy Szödényi Redente úrral a találkozásunk már 53 éves. 1965-ben a geológiai technikumnak a szalagolató bánya, a Danubia. Zuglóban a Danubia közlelődési házba volt, és a zenekar, így és a zenekar akkor alakultak, és a geológus technikumnak az én búcsúzott diákjaim, az idézelem a zenéjét kapták a házat. Ez a mi ismerettségünknek most már egy éves. Átadom a szót. Jó estét kívánok, szevasztok, ha jobban tetszik, de magázódhatunk is, végül is mindegy. Köszönöm a meghívást, és utólag is elnézést kérek, hogy beteg lettem a múltkor, de hát arról az ember általában nem tehet, hogy lecsapja az influenza, most is valami járványról regélnek. A ma este tulajdonképpen a Pilisről és a holdvilágároki kutatásokról fog szólni, de abban a tükörben, hogy hogy kerül a csizma az asztalra. Tehát magyarul, hogy miért foglalkozom én ezzel, és egyáltalán miközöm, most nem akarok idézni embereket, akiknek piszkálom a bajuszát, hogy én ezzel foglalkozom, majd miért nem elég neki az zenne, mert nem kell, meg egyáltalán. Na de gyorsan elmondom, hogy kerültem végül is a Pilisbe, nem mint kutató, vagy gyerek, vagy kiránduló, vagy nem tudom én, hanem effektíve Pilis lakó. Az úgy volt, hogy a Pilis-Szántói keresztes kő kapcsán jutok el Pilis-Szántóra, és megismerem az akkori polgármestert, Szőnyi Józsefet, és hát jó barátságba keveredtünk. Többször találkoztunk, nagyon sokat beszélgettünk, meg különböző eseményeket rendezett ott a polgármesteri hivatalba, hogy lássa ott a grémium, hogy azért milyen, még Badini Feri bácsi élt, és a többi, és a többi. Egyszer csak azt kérdezi tőlem a polgármester úr, hogy te nem akarsz ide költözni? Hát mondom, van nekem Budaligeten házam, de azt mondja, milyen gyönyörű hely ez, nem? És akkor így tudná alkotni, mondom, én egy kocsmában is tudok alkotni. Ha úgy jön a dolog. De végül is nem ez döntött el a kérdés, hanem az, hogy tényleg körülnéztem, és hát mondom, nézzük meg. De hát nem volt különösebb indoka. Ekkor odahívtam a fiamat, gyere ide, Őrsi, már házas volt. Kell neked ez a szép emeletes ház? Hát hogy kell? Hát most miért nem? Nem, hát mondom, akkor megkapnátok. Igen. És mondom, el tudjátok tartani? Hát az nem biztos. De mondom, akkor megkapnátok, mert én kimegyek építkezni Pilis-Szántóra, de egy feltétel van, kéne már egy unoka. Hát, ugye, hát azért egy házért egy unoka megéri, nem? Hát egy kicsit várni kellett rá, azért az biztos, de most nem sokkal, február 9-én lesz 12 éves ez a bizonyos unoka, akiért eladtam a házamat a családnak, a fiamnak, úgyhogy. És van egy másik is, aki májusban lesz 5 éves, ezek hihetetlenül töltik fel az embert lelkileg, mint egy akkumulátor, egy ilyen kisgyereket magadhoz elesz, és egyszer csak, mintha rákapcsoltad volna az áramra magad. No, hát így jutottam el Pilis-Szántóra, de hogy jutottam el a holdvilágárokba, azt
ilyen néhány képpel tudnám illusztrálni. Igen, hát az a baj, hogy sajnos elég világos, de nem tudunk, mert közben a kamera nem lát engem, hogyha leoltjuk a fényt. Mi úgy mondjuk a családban, hogy fater. Ezen ilyen fölháborodnak, de hogy lehet így? Nem tudom, hát valahogy így. Na, azért, csak azért, hogy tudjátok. Az én anyai felmenőm, nagyapám Paul Iván, tehát német családból származott, az egyáltalán nem különös, ha az ember azt mondja, fater meg mutter. Ez csak úgy általában, mi azt hiszik, hogy ez egy citok szó, nem. No, tehát itt van apánk, aki a most már nem létező sziklán áll, és minden nyáron minimum egyszer kimentünk a Holdvilágárokba, a Visegrádi utcából, persze, hév, minden, stb. Fölkirándultunk, és akkor ő ottan összeszedett egy kis avart, meg kis nagyon apró fákat, hogy ne sokáig égjen. És akkor én emlékszem minden szóra, elkérdeztem tőle, hogy de hát mondom, nincs is szalonnánk, mert nem tudom, most ez minek? Minek gyújtod itt a tüzet? És ja, tetszik az az ősöknek. Hoppá! De gyerek, na mindjárt mutatom. Ja, mindjárt. Aha, így. Kitanultam egy perc alatt. Nekem is van otthon, csak másképp működik. Itt így gyújtja a fater a tüzet, mögötte ugye az ismert nagy sziklafal. Ott ülünk mi, de ebből ezt gyorsan áthajtom, mert múlik az idő. Jobbról van a Szabolcs bátyám, balra vagyok én. Csak gyorsan, itt akkor mind a hárman ott vagyunk. Szépen apánktól balra a Szabolcs, én meg jobbra vagyok. Ez a sashegyi síremléke Pomázon, ha valaki érdekel, akkor menjen el a temetőbe és láthatja. Ez még az úttörő korszakban volt, tehát annak idején akkor a sashegyi pomázi ünnepséget rendeztek, vagy talán a temetések, nem tudom pontosan, hogy ez a kép miről szól, de egy a lényeg, hogy ez akkor van, amikor felavatták a sashegyi emlékszobrát. Igen. No, ez most egy darabig itt marad, és akkor szépen menjünk tovább. Tehát itt vannak a képek, amik mutatják azt, hogy mi gyerekkorunkban elzarándokoltunk, mint ahogy említettem, nyaranta legalább egyszer. És egy ilyen instrukciót kapja, hogy tetszik az az ősöknek. Hát most jó. Hát nem, hogy mit kezdjen vele, semmi. Hát jó. Voltak ott egyéb beszélgetések esténként, ugye apámék és barátaival, hogy akkor hogy, meg az magyar őstörténet, meg hogy mikor, hogy Attila, és a többi, hát ez úgy kavargott az ember fejében, de hát persze más dolgunk is volt. Részben azért, mert ugye 56 őszén elkerültünk Szabolcs testvéremmel szobra, ez ugye nem volt egy akármilyen pillanat, a Szobi intézetbe, és Szabolcs 2, én 3 évig voltam ott. Na most ugye közben jött a forradalom, ez nem volt egy egyszerű helyzet, legalábbis egy gyerek számára. És egy a lényeg, hogy akkor aztán teltek múltak az évek, és elkerültünk Vácra, és sokkal inkább a zene került előtérbe, mint az, hogy amit összeszedett ezekből a mozaikokból az ember az agyába, meg a lelkébe, meg hát el kellett végezni az iskolát, stb. Stb. És akkor jött a beat zene, és tadadididid, és rock and roll, és mindenféle. Hát persze azért úgy közben az ember, ugye apánk még élt, meg akkor is azért kimentünk, de nem foglalkoztatott. Aztán majd később visszatérünk erre, csak még majd elkezdek fényképeket mutogatni. Ez 1963-ban készült ez a dosszié, méghozzá Mihály Pétertől, aki alaposan végig elemezte és megnézte az összes felelhető, a sashegyi Sándor által felkutatott dolgokat, sok minden, és ezt összefoglalta egy ilyen anyagba,
Hát sajnos ő se él már. Na most csak azért, hogy az időutazásban részt vegyünk, én 63-ban érettségiztem. Tehát ekkora különbség van időben. Majd eljön a 2000. év, és hát nyilván, hogy az, hogy apánk meghalt 88-ban, ez így felerősítette bennem visszamenőleg a holdvilágároki éveket és egyáltalán. És valahogy úgy gondoltam, hogy ezt valahogy föl kéne újítani, ezt az egész kérdést. És akkor Szentendrén bejegyeztettünk egy holdvilágárok alapítványt, amit gyakorlatilag én alapítottam, és ez tulajdonképpen az oklevele, a végzés. Itt van még egy nagyon szép, elég jól olvasható talán. Na most az adószámot nem azért figyelmézzé, hogy valami, nem azért, de van adószámunk is. 1%. Na, tehát gyakorlatilag 2000-ben indul el a Holdvilágárok Alapítvány azzal a céllal, hogy felújítja a kutatásokat. De ne szaladjunk ennyire előre. Hopp, bocsánat. Hogy is van? Ja, ezzel kell visszamenni. Pillanat, mindjárt 07. Olyan picike ez, hogy alig látom. Jó van, itt van. Na most ez csak... Ez a Sashegyi dossziéja. Tehát úgy értve nem ő állította össze, hanem a múzeumban volt annak idején, és akkor mi engedélyt kértünk az akkori igazgatótól. Az nem úgy, hogy besétál az ember, hanem hogy szeretnénk kutatni ezt az anyagot. Nem fogom sokszor mondani ezt, de azért egy ilyen alkalmat is megragadok arra, mint ahogy az elején is mondtam, hogy nem kell nekem azt mondani, hogy te csak muzsikáljál. Én tudom, hogy mit csinálok a muzsikán kívül. Na, tehát egy a lényeg, hogy a múzeumból megszereztük az anyagokat. Ez a vízesés azokból az időkből, amikor még valóban tavasszal. Az ember megállt itt az országút alul, tehát itt az országútnál, ahol a kis híd van, az intézet mellett, lehetett hallani tavasszal, ahogy zuhog a víz, hozta le a hangot. Most, ha fönn vagyunk, mert ugye nyaranta ott vagyunk, visszafelé lehet hallani a motorzúgást, ahogy a kanyarba megy. Tehát a holdvilágárok viszi a hangot oda-vissza, csak hát a víz már nincsen. Ezek korabeli fényképek szintén ugyanazt mutatják, ezen csak gyorsan átszaladunk, független attól, hogy egy-két helyen megállunk. Ez mind a Sashegyinek a kutatásai, és hát sajnos a mellette lévő szöveget azt nem nagyon lehet olvasni, de ilyen fura köveket szedett elő. Ez egy akkori fénykép, ami azt, hát nem tudom, én is, ahogy jövök el Szentkereszt felől, és a kocsival bemegyek a kanyarba, én nem tudok másra gondolni, hogy ez az úgynevezett hármas halom. Hát lehet, hogy bele van magyarázva, de hát nézzük meg, hogy ott a árok, és középen a Csikóvár. Na most persze senki szerintem ne vegyen bátorságot, hogy a címerünkben ez a hely van, ennél valószínűleg sokkal többről van szó, de az, hogy ezt a helyet birtokba vették szakrális célokból annak idején az őseink, az nem véletlen. Csak zárójelbe gyorsan hagy fűzzem hozzá, hogy annak idején Szőnyi József polgármesterként fölbátorított egyeseket arra, hogy az Iribár nevet kutassák föl, hogy az mégis mi lehet ez az Iribár. Na most nekem nem volt nehéz dolgom, mert két sumér akkád szószedet is a polcomon állt már akkor. De ez csak egy ilyen kitérő. Igen, az Iribár az semmilyen nyelven nem lefordítható. Ziribár, ha szótagokat veszünk külön, és megnézzük az ékiratú szövegbe, a szintén szótagokból áll össze, akkor az jön ki gyakorlatilag külön-külön és egybe is, hogy a völgyhajlatban fölkelő nap vagy kisded születik, vagy, tehát ehhez hasonló.
azaz az onnan látható, Pilis felől látható téli napforduló és a megújulás, amikor kezd fölfelé megint menni a nap. Na és ezt most csak azért hadartam el gyorsan, mert az ország sumér ékirattal az egy M betű. És ennek a jelentése mád. Mád. Tehát a mád, ennek az M betűnek az a jelentése, lefordítva, hogy mád, az az ország. Tehát amit mi ezzel a három csúccsal jelzünk, vagy jelezték a sumérok, az maga az országot jelentette. Igen. És akkor hogy van ez, hogy mi a címerünkben benne van a hármas halom, ami egyértelmű, azt jelenti, hogy ország. Tehát mi országoljuk ezt a területet, birtokoljuk ezt a területet, és ez nem más, mint hogy mád. Hosszabban lehetne ezt a fejtegetni, hogy mégis a mád még mi mindenben jelenik meg. Tehát ez a bizonyos hármas halom, átszaladok. Ez nagyon izgalmas, amikor a Sashegyi elkezdi rajzolni, ahogy bontja ki a sziklafal előtti teret. Nem akarok sokat időzni ennél, ezeknél, de itt azért már lehet látni, ahogy ő kibontotta a sziklafalat, és itt van jobbra ez a... Azért nem nevezzük barlangnak, mert ez mesterséges járat, tehát nem barlang. A barlang az, amit a természet, csak hogy tisztázzuk. Tehát ezért ki van faragva, és méghozzá, aki járt ott, talán nem jut eszébe, hogy miért ott azon a ferde. Azért, mert az elődeink nem voltak buták, mondanám hülyék, de mi hajlamosak, nem mi. Hajlamosak vagyunk az elődeinket butának, hülyének nézni. Azért, mert ez nem, mert most már mi bedugjuk az áramba, és akkor nem. Minden korban megvolt az intelligencia az emberekben, és sokkal nagyobb intelligencia volt bizonyos értelemben, fizikai és egyéb dolgokban. Na, egy a lényeg, hogy ott lehet látni, hogy meg van repedve a szikla. Hát persze, hogy alatta kezdjük bontani a izét, mert az már nem fog tovább törni. Tehát mindenhol lehet látni ezek a mesterséges barlangok úgy vannak befaragva, hogy az erős réteg, a legerősebb réteg alatt kezdenek, mert az biztos nem fog beomlani. Na, ez volt ez a jobboldali, ez a úgynevezett G-szikla, mi is így nevezzük, ennek a tetején égett a tűz a korábbi fotókon, és a Sashegyi gyakorlatilag itt bontotta ki a... Ez egy nagyon érdekes rajz, igen. Itt bontotta ki azt a bizonyos kőkurgánt, ami alatt megtalált egy csontvázat, de fölötte egy egész szarvasmarha vázat. Na most én visszesen azt szoktam mondani, a Sashegyit persze nagyon üldézték az akkori hivatalosságok, mert ő szabad ember volt, szabad gondolkodó, és nem befolyásolta semmi, de ezért mérgesek voltak rá, és mindenfélét ráfogtak. Na, ezzel kapcsolatban például azt mondták, hogy részben azt mondták, hogy valami zacskóba odavitte a csontokat, és berakta a kövek alá, de ennél érdekesebb az, hogy ez egy női csontváz, és hát persze ő tagadhatatlan, hogy Árpád sírját kereste. Nincs mese, ez egyértelműen kiderült, nem találta meg, ez nő volt, megvizsgálta a Nemeskéri tanár úr, nő volt, női csontváz volt, és akkor kitalálták, hogy akkor ez semmi, ez itten oda sétált a lány, és akkor, de hogy került oda a tehénke? Na, és akkor én költöttem egy magyar népmesét, Pomázról elindul a piroska, jön mögötte a ricska. Hát hova menjen legelni, mint föl a sziklákhoz? Hát persze, ott a leggazdagabb a fű. Na, fölmegy egészen föl a szikla tetejére. Aztán szegény piroska elveszíti az egyensúlyát, és zucs, bezuhan a sziklafal előterébe. Hát persze hullanak a kövek, meg minden. A ricska odaáll a szélére, elsírja magát, hogy az ő piroskája. Szörnyet haltott a mélybe, és utána veti magát, pontosan rá, a csont a halottra.
Na, egy tehénke, ami már lezuhan, az már komoly rengést okoz, és akkor így kerülnek a sziklák fölé, ilyen kupacszerűen. Ugye értjük a népmesét? Persze. No, hát itt a sziklafal és környéke látható, most ez csak a sziklafal, így lehet látni. Ő rárajzolta, itt van, hogy Sasse és Sándor, tehát ez az ő rajza. Ő belerajzolta az addigra már kikutatott, ez pirossal jelölve a járatot lent. Nem tudom, hogy látszik-e, úgy elég látszik. Igen, és itt jön föl a sziklafal peremén egy kürtő, amit ő megtalált annak idején. Ennek, én speciál ismerem a történetét, mert ott ültem, hogy petróleumlámpát akasztott a lábára, és kötélen engedte le magát, hogy azért lássa, hogy hova megy. Itt cseng a fülembe. Na, egy a lényeg, hogy akkor itt kutatott, és ez pedig a vízesés helye ezzel a... Na most, itt csak az, hogy a pálosokkal kapcsolatban. Itt van a létre alatt egy barlang. Itt is van egy Y-barlang, és sejtéseim szerint, csak most erre nem érünk rá, itt is kell lenni, mert ott be van zuhanva a kő, a föld, meg minden, tehát valami üregnek kell ott lenni, ami behúzza. De erre most nem érünk rá, ez itt van, ezen a helyen. Így jön neki ez a bizonyos hármas barlang, ha rá akarjuk oktrojálni erre a pálosságot, mint olyat, hogy itt voltak 3 évig. Gyanús ez a rész, mondom, hogy itt lehetett a harmadik. Az nem okoskodás, hogy ez egy Y, mert a bejárat számít a barlangnál, nem az, hogy hány felé ágazik. Ugye értjük? Tehát attól nem lesz hármas barlang, hogy itt van egy elágazás. De hát kínjában ugye az emberek mindent kitalálnak, csak hogy ezért. De ez azért gyanús a pálosok szempontjából, mert itt volt egy elrekesztés, ez Sashegyi ezt rajzolja is, egy gát. Na most, ha a pálosok itt éltek 3 évig, akkor ezzel a gáttal tehát csináltak egy medencét itt, ami egyébként hát persze megközelíthető nem védelmi szempontból, hanem az akkor még nyilván rengeteg pisztrángot befogták abba a tavacskába, és akkor abból táplálkoztak. Nem csak spirituális izé volt a hal, tehát jelkép, hanem effektíve élelem is. Na, menjünk tovább. Hát ez egy elég részletes rajz erről a járatról, sajnos fejjel lefelé van, de azért van fejjel lefelé, mert gyakorlatilag így van a járat, csak a szöveg van fordítva. Na, itt talán már jobb, de itt se lehet olvasni. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy gigantikus lépcsőkön lehet lemenni a folyosóba, és utána van egy nagy terem, és itt a végén itt jön ki a kürtő. Itt van az előbb említett népmesei illusztráció. Tehát kibontotta, itt van a kürtő fönt a tetején, igen. Kibontotta ezt a sírt, és itt voltak ezek a csontvázak, zsugorított helyzetben, ezt itt érzékelteti. Igen, ilyen süveges ilyen követ talált, meg egy ilyen fémpohár volt. Ez olyan gyanús, ez vitatható, hogy került ez a pohár a sírba, és egyáltalán ez nem honfogláskori. Sok érdekesség van. Na, itt van ez a bizonyos riska. Alatta van az, és ez egy teljes tehén váz volt a... Na most, ezt azért lehet tudni, hogy a régi temetkezéseknél mindig a falutól északnyugatra volt a temető, és annak a legszélső sarkában leltek föl több ízben ilyen állatáldozatos temetkezés. Tehát az nem volt ritkaság ugye a honfoglalás korban, ezt tudjuk. De akkor egész. Itt majd később látjuk. Itt, igen, ezt túlszaladok, mert gyakorlatilag ezek ilyen ásatási rajzok, csak azért hoztam el, hogy lehessen érzékeltetni, hogy Sashe milyen precíz ember volt. Nagyon alaposan mindent rajzolt, mindent dokumentált, és a többi. Igen, hát ez a lenti kőfülke,
ez egy ilyen nézetrajz. Na, ez, hogy mennyire alapos volt, de ezt nem ő csinálta, ezt egy mérnök ember csinálta, hogy a magának a járatnak az átmérőit, ahogy változik. Ja, én itt mutatom, de itt lehet látni. Elég jó vagy. Lehet látni tőlem? Tehát annyira precíz, hogy a metszeteket levetítette, hogy a járat hogyan alakul. Tehát milyen mérete van, milyen szűk, milyen tág, és a többi. Na, itt nagyon sok kép van. Ja, ez egy nagyon fontos. Nem tudom, mennyire lehet látni, de azért segítek. Ez Esztergom, ez a Dunakanyar, ugye? Látjuk. Itt van Pest, és itt van lenne a Csepel-sziget. Gyorsan elmondok egy kis történetet. László Gyula bácsi ugye megvan mindenkinek. Nála vagyok, valamit vittem neki, vagy megkínál egy pohár borral. Nem mondom, Gyula bácsi, nem akarok a újság címlapra kerülni, legalábbis emiatt nem. Hogy Szörényi alkoholosan vezetett. Mondom, Gyula bácsi, mondom, olvastam, valahol találkoztam egy ilyen adattal, hogy az Árpád, amikor bejött a konfliktusra, akkor kiosztott birtokokat, és hogy a Csepel nevezetű fő vitézének a Csepel szigetet adta. De mondom, én azt olvastam, hogy ez nem az a Csepel-sziget, amit mi tudunk itt lent délre, hanem az akkor még három szigetből álló Szentendrei sziget. Tehát ez a Szentendrei, a térképen meg lehet nézni, hogy két helyen van ilyen, hát ilyen, ahol valahol víz volt, átfolyás volt. És annak a legalsó részét kapta meg a Csepel fővezér, vagy hogy is nevezték, nem tudom, mindegy, egy a lényeg, de mondom, hogy erről tényleg van valami komoly adat, hogy nem az a Csepel-sziget, ami lent van, hanem a fönti. Mert ez nyilván azt is igazolja, hogy sok helyen jöttünk be, még Szobnál is, persze keltünk át a Dunán, de hogy ez volt a fő átkelési pont. Ez egy nagyon fontos dolog, mint hogy a Sashegyi ezt föl is térképezni, mindjárt folytatom. Mondom, Gyula bácsi, jó lenne ez az izé, hogy nem tudsz ebben segíteni? És fölmutatott, Alkotmány utcában lakott, hát legalább ilyen magas volt ottan azok a lakások, és végig plafoni könyvespolc. Hát azt mondja, hát igen, ez igen, ott van valahol fönt. Jó, mondom, föladtam. Hát mondom, most ki fog oda fölmenni, őt biztos nem tudjuk fölküldeni oda, hogy lehozza azt a könyvet, amelyikben ez egyértelműen megvan. Na, a Sashegyi összetette, azt mondja, itt van Aquincum romjai, tehát Pest fölött, és ezek a törzs nevek vannak, itt van Pomáz, tehát Kurszán, Őrs, Kende, Csaba, Kovrát, Jenő, Nyék, Keszi, Jenő, megint Őrs, Kelet, Tétény, Érd, és a többi, ezek mind a mai napig ott vannak az elnevezésekben. Igen, hát ez így nézett ki régen. Amikor gyerekkorunkban följöttünk az árok felől, még nem volt annyi növény, és sütött a nap, és hihetetlen a sötét erdőből, és egyszer csak ilyen vakító fénysugár, ugye a falat úgy megvilágította, óriási élmény volt. Na, egy pillanat, akkor ezt azért nem nézzük teljesen végig, hanem hol is megyünk vissza? És akkor itt megvolt ugye a Holdvilágárok Alapítvány, és itt a, most már eljön az újabb idő, és itt gyakorlatilag most visszafelé megyünk az időben. Ez, amit itt láttunk, mert nem raktam sorra, mert nem akartam itt dramaturgiát, meg nem tudom én. Ez augusztus végén jött elő. Ez. Megálltunk vele, mert hogy most akkor mit, hogyan nem volt, már ugye kezdtük lebontani a tábort, meg nem tudom én. Ám mondom, szerintem töltsétek vissza aztán majd jövőre. De ezek kijöttek télen is, és hóba, fagyba ottan, hogy még folytassuk, nézzük, mert ez olyan izgalmas, ez gyakorlatilag itt van a vízesés, már a szélén van, és itt már mindjárt jön az árok, lehet látni itt az erdőt. Na most nem akarjuk ezt belemagyarázni, de ez egy nagyjából megfaragott nézet alakú kúpos kő. Az a gyanunk, hogy
utoljára letakartak valamit ezzel. De nem beszélünk bele semmit, csak hogy ez alkalmas arra, meg az elhelyezkedése, hogy ezt utoljára odarakták, és jött a visszatöltés egészen vissza a falig, mert ez a faltól nagyon messze van. Nagyon messze van az árok felé. Hát itt edény serepek, itt, hát ez maga az ásásnak a fotói, itt vannak. Úgy mondják hivatalosan, mert ez a PC, ezt értjük ezt a kifejezést, hogy PC. Tehát ez hivatalosan úgy mondják, hogy késő római. Na most a késő római, minden épeszű ember tudja, hogy az hun. Tehát késő római az a hun. Amikor a hivatalosság azt mondja, hogy késő római PC-ből, akkor nem meri kimondani azt, hogy hun, pedig az hun. Na most ezek a cserepek is hun cserepek. Hunkorból származó cserepek. Ez egy úgynevezett hipokausztum oszlop töredék, amiből ugye a római, az Aquincumba a rómaiak a villáknak a padlófűtését építették föl. Ezt én láttam, szerencsém volt kijutni az izraeli Maszadába, a Herodes palotába, és ott, hát miután római impérium volt az is, ott is a Herodes palotába a fürdőszoba és a szauna, ahol kívülről fűtötték, ilyen oszlopokon áll, és akkor azt lefették izével, kőlappal, és beengedték a forró vizet, és ez minden római villa fűtése volt, és akkor a saruba szépen ottan tapicskoltak a rómaiak, nem fáztak egyáltalán. Na, ezt többek között innen, mert nagyon lényeges dolog hozzátenni, hogy ez a vulkáni tufa, ez vízre szilárdul. Forró vízre meg beton lesz. Tehát jó, kitalálták ezt, hogy ezért teljesen cementálódik, és nem lehet szétverni. Tehát innen, többek között innen is faragták a hipokausztum oszlopokat, ott van kicsibe, én magamnak itt nézem, itt van. Na most ebből sokat találtunk itt. Na itt van ez a bizonyos kövünk. Kérdezték tőlem, hogy most már több mint 15 év, miért csináljátok ezt? Hát azért, mert a horgot bevetette a horgász is, és ott a begya, hogy hívják ezt a kapásjelző, igen. De hát még izem, de igen, be van vetve a horog, és addig nem tudjuk abba hagyni, amíg nem jövünk rá, hogy mégis mit dolgoztunk eddig. Most hülyeség lenne abba hagyni, most már pláne. Ráadásul, amikor 2 évvel ezelőtt a Travel Channel, ezt talán nem tudom, ki látta a televízióba. Ide jöttek az amcsik, hogy akkor forgatnak. Jó, hát ez egy utazási csatorna, és az a lényege, hogy ez a George Gates, vagy hogy hívják, műsorvezetői, meg szoktam nézni a műsorait, tehát ez például Kolumbusz sírjának is utána eredt, hogy most Portugáliában van, vagy a szigeten van, vagy valami, és ide-oda repül, és közben mutatja a helyszíneket, nem tudom én, hogy a Baldover, hú, de szép, menjünk, fizessünk be oda, kész. Hát ez a lényege a dolognak. De nem talál semmit végül is. Itt is ide jöttek, hogy Attila sírját keressük címmel. Hát a film ez erről szólt. Hát én mindesen meghívtam a pincébe egy pálinkára, hogy azért, ha Attilát nem is találjuk meg, de azért legalább érezze jó magát itt. Nem, de magán kívül volt. Jó, hát ott van a filmen. Ja, aztán hazament, az első forgatási nap után hazament a szállodába, és másnap mondja nekem, hogy hát tudta, hogy ki vagyok, meg egyáltalán. Azt mondja, neked ennyi ember tapsolt? Hát a Népstadion, a YouTube-on Népstadion koncertbe szaladt bele. Hát mondom, mi? Mennyi ember tapsoljon? Ha nem akarsz kijönni Kaliforniába? Hát mondom, hívjál meg. Azóta is hív. Na, mindegy, egy a lényeg, hogy ez egy óriási reklámfilm tulajdonképpen az országról, elsősorban Budapestről, és hát az Attila a vezényszó, a hívószó, na hát nem tudom másképp mondani, de igazság szerint persze nem találtunk se, hát mi se, hát akkor ő hol találja meg, de nem is erről szól a dolog,
Viszont az egész világon 40 országban látták ezt azokban a hetekben, tavaly valamikor. Ez több 10 millió ember. Hát most gondoljunk bele, hogy mekkora reklám, ez független attól, hogy Attila nincs, meg Árpád sincs, meg semmi nincs, de a magyarok ott láthatók voltak a képernyőkön. Hát ez ugyanaznak a variációja a képek. Igen, igen, hát ez már volt. Hogy mondtad a visszafelét? Itt, azaz, jó van. Akkor most jön egy kis ilyen hangulat. Ja, itt valahol fölül. Gyere már segíts, mert olyan picike, hogy nem látok, még szemüveg nélkül sem. Hol megyek? Melyik? Ez? Ez, igen. Jaj, de mutatott egy picike nyillat fölfelé. Jaj, de jó. Na jó, tehát 12-es mappa. Hát ezt azért tettem be, hogy ne csak a száraz tények, hanem közte némi hangulat. Na, idáig pucoltuk le a sziklafal előtti teret. Ezt láthatóan teljesen ki van pucolva. Na most az a kérdés, hogy az egyébként ezeket szép, ez egy hipokausztumoszlop, ez egyértelmű, de ilyen kockaköveket kifaragtak, és ott hagyták. Miért hagyták ott? A sátorban esténként meg szoktuk beszélni, de azért elmondom. Nem kellett már. Nem kellett már. Az elég lesz, gyerekek. Visszaugrok egy nagyon korai történetre. A régészünk, a Repiszki Tamás kihívott egy bányamérnököt. Nem jósnőt, bányamérnököt. És ott állt, még megvolt a középső szikla előterébe, és azt mondja, hát ez bányászatilag, ez teljes anarhia, úgyhogy ezt nem is lehet így fölfogni. De azt mondja, az elképzelhető, hogy itt a lábunk alatt építettek belőle valamit. Mond, egy mérnök ember, aki nem fantáziál, meg nem tudom én, azt mondja, ezt itt a messzebbre vinni az árokba, vagy akárhol ezen a helyszínen, ezeket a több tonnás köveket, ez semmi értelme nincs. Azt mondja, hát talán a lábunk alatt. És ez nagyon sok évvel ezelőtt volt. Ez például az egyik olyan horog, ami úgy... Nézzük meg! Ez az igazi. Szóval nem csak munka van, hanem azért jól élünk ottan a táborba, főleg, ha nem esik az eső. Ha esik, akkor be kell vonulni. Van egy központi sátrunk, ahol hűtőszekrény, mosogatóvíz, minden van. Tűzhely. A turné végén, illetve a nyár végén, akkor én szoktam csinálni egy óriási lábos csili babot, és azt nagyon imádják. Jó csípősen, és nem tudom, jó friss kenyérrel, és akkor... Na. Szóval, hát itt most éppen vacsora. Ezt se elkapta valamelyikünk. Én nem tudom, én rájöttem, hogy ez volt az első lámpám, aztán jöttek ilyen egészen kis, vékony kis ízét, de sokáig ragaszoltam, nem tudom miért, mert úgy húzta a fejemet ez a rengeteg ellen ott hátra felé. Ez egy csodálatos kép, ez emlékeztet ugye a régi képekre, csak hát színesbe, csak itt, ez azért fontos, hogy itt látszik, hogy a Sashegyi innen kezdte az ásatást. Most nem tudom ezt a fényképet megmutatni, de a visszatöltés idáig tartott, és itt érdel a tetején, és itt van mögötte ez a két egyértelműen egy azonos, beazonosítható fülke, amire azt mondják a hivatalosságok, hogy méh kaptál. Aha, ez olyan, mint a tehénke, persze. Ide méheket, ide föl a csodába, igen, méh kaptál. Az egyáltalán nem érdekli őket, hogy innen a Dunántúltól csak keletre lehet látni ezeket, de mind szakrális értelemben. Tehát ezeket a fülkéket, van amelyikben tényleg betesznek egy tárgyakat, vagy esetleg a csontokat is be Ázsiába például. Na, egy a lényeg, hogy hihetetlen mélységig jutottunk itt le. Ez ugyanaz a kő, amit az előbbi fényképen láttunk. Ez itt a... Ja, ez én vagyok. Igen, ez is én vagyok. Na, így élünk ottan fönt. Sátrak, minden. Nagyon, nagyon hangulatos, nagyon jó. Főleg, ha jó idő van. Azért én kihasználom az alkalmat,
bár az előbb mondtam, hogy kocsmában is tudok azért dolgozni, de azért legjobb itt, Rigó fügy közben. Én úgy emlékszem, hogy itt éppen az Árpád népe című 2006-ban bemutatott színpadi művemet komponálom. Tessék. Ő a Repiszki Tamás, a régészünk, meg én vagyok. Egyébként csak úgy mondom, hogy a Szvorák Kati népdalénekest, aki ismeri, az ő férje. Hát itt egy csodálatos, azóta, most itt ez talán nem jól látszik, itt hiába mutatom. Ez egy, úgy hívtuk, hogy pengefal. Most ez azért fontos, ha az ember gondolkozik és lát, hogy rájön arra, hogy ezt az ívet egybe csinálták, és ez nem tudni miért, de mögülre szedték ki a köveket. Lehet látni ezt az ívet, ugye? Ez teljesen egybe van, és ez fölmehetett idáig, tehát ott egybe volt. És ezeket a faragott kvadrátköveket innen mögülre szedték ki lépcsőzetesen, hogy ezt miért hagyták ott, de nekünk hagyták ott, hogy rájöjjünk arra, hogy ez egybe volt. Nem tudom, érthetően mondom el. Tehát ez a fal, a darabka, ez idáig tarthatott, és az egész egy ilyen ívvel így jött, mint ahogy itt lent látszik. És mögül eszett faragták ki a köveket. De gyönyörű. Hát ez a holdvilágárok. Amikor van benne víz. Ez a sziklabejárat, a barlang, vagy üregbejárat. Itt van egy ilyen mélyedés, ami beazonosítottunk később, hogy onnan faragta ki egy kő lapot, amit aztán megtaláltunk egy másik helyen, csak sajnos összetörött, de megvan a fénykép, meg nem tudom, minden le van filmezve. De én bemértem, tehát gyakorlatilag az a faragás híja, az pont annyi, tehát innen szedték ki. Ezek apró érdekességek, az viszont mindig megmosolyogtatott, hogy éveken keresztül jött ki egy társaság, létrákkal. Nem mondok nevet, mert végül is teljesen mindegy, a hülyeséghez nem kell név. Az úgy önmagában is elég. Na, egy a lényeg, hogy már megy az ásatás, meg minden, semmi, nem, őket nem érdekli semmi, a létrával bevonulnak, és ezt a távolságot szépen áthidalják, és fényképeink vannak róla, hogy termetes asszonyságok kúsznak fölfelé abban a reményben, hogy majd ott lent beavatják őket, de hogy mibe, ezt a mai napig nem tudom, mire és mibe, és egyáltalán minek ez az egész, de ez minden évben legalább egyszer megtörtént, és akkor ugye a srácok jönnek föl, mert a tábor az följebb van, az nem itt van, hanem Jócskán följebb van, más helyen van. És akkor jönnek föl délután 5 órakor a sászok, képzeld el, már megint itt voltak. Az semmi, de fölugrik a sziklára az ember, a főnökük, és elkezd káromkodva kiabálni, hogy itt ne keresek semmi, mert különben is nem volt ez római kőbánya, meg nem tudom én mi is. És aki azt mondja, ez római, az meg... ott a szent helyen. Mondja ő, aki a szent helyre jött állítólag. Na, mindegy, hát ilyenek is vannak. Na, itt azért elég jól látszik, hogy na, ott mutatom. Itt van fölötte a nyílás, igen. Tehát innen szedték ki a követ, és gyakorlatilag innen mögüle faragva hozzák le, ez nem kis meló volt, mire ezt megtaláltuk, itt hozzák le a köveket, és ez még nincs kibontva, de most már ki van bontva egész végig, egy szinte síkra lefaragott, vagy tehát ott tolták lefelé a köveket a patak felé, a vízesés felé. Az lehet látni, ez teljesen sima és enyhén lejtős. Kibontottuk, és most visszaugrok arra a négyzet alakú körre, amit odáig. Mert onnantól már a szakadék van a vízesés felé. De amíg ezt megtaláltuk, hogy ezt így szépen itten mentek lefelé, és na, de az nem normális dolog, hogy az árokba leengedték kötélen, és onnan vitték tovább a vízbe, vagy hogy? A köveket, hogy majd elvigyék Akvinkumba, vagy valahova. Lehet, hogy mégiscsak a bányamérnöknek lesz igaza, hogy itt valamit alattunk építettek. De hogy mit?
ez is egy jó kép. De a sziklafalnak a izében. Na, aztán persze kialakult már azonnal a kultusza is a dolognak, hát a mai napig is ott áll egy ilyen kőhalom, és a, nem baj, ezzel nincsen bajom, nemzeti színű szalagok, és nem tudom, hogy szépen ki van. Na, nagyon aranyos, tényleg lélekemelő, de ott ülünk, és szeretnénk megtudni, hogy mi van ott lent, de az emberi lélek az másképp működik. Ők már tudják, hogy ott van valami, és oda kell tenni a szalagot, hanem... Nem aranyos? De nem baj, ez nem baj, ez ártalmatlan. Hát ezek csak szép képek. Na, mi van itt? Ja, végigértünk már megint, igen. Azt mondja, mindjárt már, hogy igen, és akkor itt ez jön most. Megjelent ugye a 3-4 éve, lehet, hogy már több úgy múlik az idő, a sashegyi életművével előtt tisztelegve, de a végén benne van az akkori utolsó éveknek az anyaga is, összegyűjt, amit mi kutattunk meg. Hát ez a könyv egy körülbelül 6 kilós könyv, 9,500 forintba került, és már évek óta nincs belőle egy darab se, és hiába kérdezik tőlem, hogy mi, hol, meg mi, hát mondom, nem tudom. Fogalmam nincs, nekem egy darabom van, azt azért nem hoztam el, egyrészt, mert nehéz, másrészt, hogy nehogy valaki elkunyerálja tőlem. Ez az egy darabom van, csodálatosan szép könyv, itt lehet látni, ezt majd pergetem. De itt van egy-két részlet, amiről még beszélni szeretnék. Egyébként azon meglepődtünk, nem csak ez mutatja, hogy mennyire érdekli az embereket a Pilis, ezen belül a holdvilágárok, hanem az, hogy ezt a egyébként tényleg méregdrága könyvet, amikor még volt, én vittem az előadásaimra, még Békésabáig is eljutottam, és vittem mondjuk 10 darabot, és egyet se hoztam vissza. Pedig hát azért nem mindenkinél van 10.000 forint. Ez nagyon fontos momentum volt, de tényleg nincs belőle, és ha kérdezik tőlünk, hogy akkor nem lehet újra nyomni. Egy arabig gondolkoztunk azon, hát marad drága egyébként egy újra nyomás, mert akkor kellett volna többet nyomtatni, de hát a heti válasz vállalta föl a vizet, és hát óvatosak voltak a dolog, a 3000 példányba adták ki. 5-tel kellett volna indulni szerintem, de 10 is jó lett volna, mindegy. Egy a lényeg, hogy most újra nyomtatni sokkal többe kerül. Igen ám, csak közben eltelt az idő, és sokkal fontosabb az, ami azóta történt velünk. Tehát most arra várunk, hogy valamikor végeredményre jussunk, vagy valami eredményre jussunk, és akkor persze összeszerkeztünk majd egy új könyvet, amiben belerakjuk ugye a sashegyinek a korábbi anyagait, de valójában a nagyobb része az a mi munkánkról fog szólni. Ezek iszonyatosan izgalmas csontok, ez hosszú évekkel ezelőtt kerültek elő. Most az nem kérdés, hogy ezek állatcsontok, tehát őz, meg ilyesmi, lábszárcsont, hanem az, hogy ez olyan fényes és kemény, mint a mobiltelefon. Na, de mitől? Hát azt tudjuk, hogy azért lassan porlad a földben a csont, de hát azért előbb-utóbb elporlad. Ezek pedig ilyen épségbe jöttek elő. Én akkor, és azóta is ugye a régészünket kapacitálom, hogy bármennyi pénzt belőlük, vigyük be egy laboratóriumba. Valamiért nem tudom. Nem tudom, óckodik, ugye tényleg azt is majd akkor és akkor soha nem történik semmi. Ugyanis az a feltételezésünk, egyesek nekem is, hogy ezeket a csontokat egy speciális anyagban próbálták ki. Ez a speciális anyag, mert nem lehet más, mint egy bitumenes valami kotyvalék, amiben ezt belemártották, és kipróbálták, hogy mennyire tartós, tehát mennyire köt meg. Na most ilyet egyébként Egyiptomból tudunk, a múmiáknak a kikészítésénél. Azért, ha ez kiderülne,
azért az nem akármilyen világra szóló dolog, de egyelőre nem sikerült eljutni odáig, hogy a laboratóriumban ezt megnézzék. Tehát van egy ilyen feltételezősünk, hogy ezek a csontok ilyen próbacsontok, hogy működik az az anyag, amiben ezt bemártották. Hát itt kijön egy árok mélyén egy lókoponya. De aztán kiderült, hogy nem ló, hanem szarvasmarha, lókoponya nem volt, és én megörültem, és beszélem, én nem szerettem ezt a lóáldozásos romantikát. Nem szeretem, nem tudom miért. Lehet, hogy volt ilyen a hunoknál valahol Ázsiában, de hogy mi nem áldoztunk lova, szegény, és odafestik a képre a festiék. Én nem hiszek ebben, de ez magánügy. De végül is kiderült, hogy nem lókoponya, de hosszúkás. És ugye meg lehet nézni akármilyen állat, meg most már tényleg a interneten minden megtalálható, én is megnéztem. A korai szarvasmarhák alacsonyak voltak, olyan, mint mondjuk a vaddisznó a disznó. Tehát hosszabb az orra, ormánya, és a szarvasmarhák alacsonyak voltak, és hosszú. Kicsi fejük volt, és hosszú fejük volt. Na most ez szarvasmarha koponya. Az már úgy rendben van. Ami ott lent van, itt van, de lehet, hogy lesz nagyobb kép is róla. Ugyanis ez azért fontos, mert szembe a hivatalosságokkal, akik találtak szintén csontokat, hogy hát a munkások ugye lekaparták a húst, és ott ettek, és nem tudom én mi. Jó, mindegy. Az őket nem zavarta, hogy a csonton nincsen késnyom. Hát azért az csak kell, hogy látszódjon, ahogy a húst kaparja le róla, és nem tudom, nincs késnyom. Kész. Viszont ez a csontdarab, ez a sashegyi, úgymond piroskás sírjából kerül elő, tehát a, és még hozzá annak a nőnek egy lábúj perce. Ez, amikor ez előjött, egyből láttam a táborba, hogy ez emberi, beültem a kocsiba, hazamentem, mert hogy eszembe jutott, hogy nem olyan régen, mit tudom én, csináltak röntgen felvételt a lábaimról, mert fájt. Elővettem a filmet, oda tettem az ablakra, pak, igen, ez a középső láb, persze, stb. De a beazonosítás, méghozzá ballábon. Ez a sashegyének a úgynevezett női csontvázából maradt ott, mert félresodródott, és a fagyökere alól előjött. Nagyon fontos, mert ez visszaigazolja a sashegyit, hogy ő ott talált egy emberi csontot. Levittük Szegedre, de miután lehet látni, hogy annyira kilúgoztam, mert nagyon magasan volt a fagyökere alatt, volt nem mélyen tömörföldbe, kilúgozódott, és semmit nem tudtak belőle megállapítani, sajnos. Na, ja, igen, megvan, jó. Itt ugrik, igen. Ezek már korszerűbb rajzok a területről, hát ez úgyse látszik, mert messze van, ugyanúgy az árok. Na most ez is egy nagyon fontos, hoppá, mindjárt. Ez egy úgynevezett bécsi fazék, ami, hát ez viszonylag följebb volt, ez arra világít rá, hogy ez mindig egy látogatott hely volt. Hogy milyen indok vezette őket ide a sűrűbe, meg a, ezt nem lehet tudni, mert ez nincs ráírva, de ez egy komoly cserép, amit vitt magával, hogy mit tudom én, igyom forrásvizet, vagy valami. Tehát látogatott terület volt ez a visszatöltés után is. Hát ezek a könyvben vannak ezek a képek, hát a szöveg az nem látszik. Itt egy ilyen fázis, ahogy bontjuk ki. No. Itt megint megjelenik az a íves, itt jobban látszik talán, hogy szóval nekünk meggyőződésünk, hogy ez a fal, ez tovább folytatódott, ahogy az előbb elmondtam, csak mögüle bontották ki a faragott kvadrát köveket. Na most, ha ez a római időkben így állt, ez az íves rész, akkor kik lehettek azok, akik mögül elkezdték kiszedni a követ, hogy késő rómaiak. Igen, késő rómaiak. Késő rómaiak. Ö,
ez egy csodálatos rajz, ilyen metszett rajz, hogy a bejárat és föl a terasz, meg nem tudom én, igazán ezek metszettek, tehát ezek mind benne vannak a könyvben, illetve a múzeumban, ilyen messziről nem nagyon látni, és nem tudom, igen, és itt van, ez egy nagyon szép kép, ez csak szép, ez viszont egy fontos kép. Majdnem teljesen érintetlenül lemegyek, de akkor neki nem fog tetszeni. Na jó van, mert nem hallja a kamera. Szóval ezt a leleményt, ezt szinte sértetlenül itt van letörve a sarka. Gigantikus sziklák közül ásták ki a gyerekek. Ami azt mondatja velünk, hogy hát azt a sziklát nem ráhányták, illetve ezt félretették ezek szerint a műveletek alatt, és amikor visszatöltötték, akkor rakták vissza, de nem bedobták, hanem visszarakták. Hát milyen nép volt az, amelyik ez egyébként egy római oltárkő? Ez egyértelmű, nem került használatra, itt nyilván valaki gyakorolt rajta, mert szöveg nincsen, tehát nincs felirat rajta, meg nem tudom én, de szépen teljesen szabályosan ki lett faragva, az mutatja, hogy a negyedik oldal az teljesen sík. Ha valakit nagyon érdekel, akkor most már az interneten minden. Római oltárkő, az a lényeg, hogy a rómaiak a falhoz állították ezt az oltárkövet, ott volt a fal, és csak a három része volt megfaragva. Tehát miután nincs rajta szöveg, ezért mi úgy gondoljuk, hogy ez egy ilyen tanulmány faragás volt, és de mondom, hogy nem törték össze, nem dobták be, pedig azért ez törik, tehát azért ez nem olyan kemény ez a tufa, és ez egyértelműen bizonyítja azt, hogy a római időben faragták ki, de úgy mondják hivatalosan, hogy nem in situ, hanem valahonnan visszakerült. Tehát ha ez a kőpadozaton áll, akkor azt mondjuk, hogy ott faragták ki, ott maradt. De nem, hanem magasan, gigantikus sziklák közül jött elő. Tehát ez is, mint egy ilyen puzzle áll össze az emberben, hogy itt valami olyan művelet történt, amit nem lehet másképp megmagyarázni, mint hogy félre rakták ezt, azt, amazt, meg nem tudom, és utána visszarak. És ami nagyon fontos, hogy lehet, hogy itt most nem fogok tudni mutatni. Igen, hát ezek ilyen részletrajzok, nagyon szépek. Ez az utolsó kép, igen. Ez még a munka közben volt, mert az még egy kép ide. Még nem volt kész a könyv, most látom, hogy itt még egy kép ide. Szóval itt is van egy ilyen hipokausztum oszlop, hoppá, itt van. Hogy állataldozati csontok. Most, ahogy visszafelé megyünk, tehát lefelé megyünk, ezek megszűntek, és erre én azt szoktam mondani, hogy ez a jó hír a dologban. Mielőtt, képzeljük el, hogy töltjük, és mielőtt befejeznék a teljes visszatöltést, ott vannak állataldozati csontok. Az áll koponyából és végtagokból. Borda, csigolya, patkó, semmi. Koponya és végtag. Most nincs itt sajnos ilyen fénykép, mert elég nehéz volt összekeresni, de gondolom, nem tudom megmutatni, de gondolom, hogy elhiszitek. Tehát azt meg a szaktudomány pontosan tudja, hogyha szarvas, marha, koponya és végtagok vannak, az temetkezésre utal. Tehát ezekben a rétegekben előjönnek a szarvas, marha áldozati csontok, és utána hatalmas sziklák, és utána sashegyi. Most visszafelé mentem az időben. Azt mondja, hogy... Na, meg én nem tudom, gyere, segíts meg. Jó, igen. És akkor, ha már könyvről volt szó, ez csak ilyen záróképnek. Ez volt a plakátja, a posztere az előadásoknak, amikor még volt könyv, és azt reklámoztuk. Köszönöm szépen a figyelmet. Nagyon szépen köszönjük ezt az értékes előadást, és úgy érzem, hogy
az eddig hallott előadásokat ez nagy mértékben kiegészíti azzal, hogy a Pilisnek a kutatása mennyire fontos, és reméljük, hogy ezek az előadások is egyrészt közelebb hozzák azokat, akiket érdekel a Pilisnek a rejtélye, Pilisnek a titkai, de szeretnénk ezekkel a előadásokkal magukat a kutatókat is közelíteni egymáshoz. Mielőtt a művész mondta, hogy lehet kérdéseket föltenni. Igen. Akkor nekem két kérdés, kérdésem lenne. A piliszántói könyveket ott hátul meg lehet venni Szűrni József polgármester úrtól. Ott hátul ki vannak rakva a székre, illetve aki a Trianon felhívással kapcsolatban aláírni szeretne, az új leadástár ott a bejáratnál meg kell venni. Nagyon szépen megköszönöm a előadást, és említettem, hogy a sátorban azért szoktak bolondatni is. Azt nem mondtam, de hát nyilván egy kiadós vacsora után. Én szeretném Filis Gyabai kiadványokkal, az alapítványok kiadványai. Na, megint indik el, hogy látok. Nagyon kedves jó barátunk, tőle Mihály Tarcali, az ő már mellett van. Igen. Tarcali jó gazdának a Fokai korát lehetünk. Köszönöm szépen. Én még csak fölmutatom két könyvet, csak ez nem az előadáshoz tartozik. Igazán, de elhoztam, hogy szintén már nem lehet kapni. Hogy én hol kezdtem? 1996-ban jelent meg ez a, nem tudom kinek van meg, az Eltűnt Ősbuda nyomában. Tehát nem tegnap kezdtem a kutakodást. Ez akkor készült, mert 93-ban mutattuk be az Attila Istenkardját, és én az Attila közben, ugye, hát az ember koncentrál, de hogy ne feszüljön be, valami mással kell foglalkozni, hogy kilazítsa a gondolatokat. A más az ez volt, hát ezt 93-ban mutattuk be, és 3 évbe telt, mire összeállt egy anyag ebből a könyvből, füzetből. Ez pedig 2 évvel később jelenik meg Sasé Sándorról, Holdvilágárok, Holtvilágárok. Ez akkor jelent meg, ez is pillanatok alatt elkelt. Na, ennek kapcsán meséltem azt, hogy engedélyt kértünk a Szentendrei Múzeumban, és szépen, hogy a sashegyi anyagokat kipakolták ott egy nagy asztalra, és hogy engedjék meg, hogy abban mi bele pillantsunk, és abból másoltak ki nekünk anyagot. Tehát ez nem úgy van, hogy légből bemeg az utcán, aztán handabandázok, hogy én ezt, meg csehábáv, és ebbe. Igaz ugyan, hogy van egy másik szál, ami az én hitelességemet azért a hivatalosságok előtt egy kicsit jobb színbe tüttette föl, és ez nem más, mint az apánk, aki az MTA-nál dolgozott, a régészeti kutatócsoportnál a várban akkor még. Tehát gyakorlatilag, amikor az első engedélyeket, pecséteket így megpróbáltuk megszerezni, 3 pecsét van, abból 2 a parkerdő, Ipoly Nemzeti Park, és a 3. a múzeum. Na most, amikor beadtam egy kérvényt annak idején a Nemzeti Múzeumhoz, kértem és kaptam engedélyt, azért, mert a Kralovánszky Alán a faternak a jó barátja volt. De hát ez véletlen. Gyakorlatilag, ha nem ez lett volna, akkor azt mondja, menjél muzsikáljál, jó? Úgyhogy ennyi. Még egyszer köszönöm a figyelmet. A Sashegyi Sándor sírhelyén lévő Kunbaba. Igen. Ugye úgy nevezik azt a szót? Igen, Kunbaba, igen. Ilyenek vannak Ázsiában, de ilyen másolatban ugye a Jászberény, és ott is vannak ilyen babák, igen. Eredeti, az hol van, hogy volt ilyen? Mi az, hogy eredeti? Mert úgy hallottam, hogy volt. Nem, ezt egy szappanyos nevezetű plébános faragtatta a Sashegyi sírja fölé, annyira tisztelte a Sashegyit. Tehát nem mindenkinek volt ellensége, persze. Ez teljesen új, hát akkori új. Kunbabák vannak persze a sztyeppén.
Igen. Abban a barlangban. Igen. Ott állítólag van valami rovásírás. Igen, az a sashegyi dossziéban ott volt, csak már annyi kép volt, hogy nem akartam azzal teljesen 100 kép van, hogy abban benne vannak ezek kirajzolva is, a kürtő falán vannak ezek bevésve. Tehát nem szöveg, nem mondani való rejlik mögötte, inkább ilyen tamga. Tehát mit tudom én, azt lehet talán mondani, hogy a kő fejtőknek egy ilyen saját monogramja, vagy valami. Tehát olyan, hogy valami szöveget árulna el, az nem. Tehát semmilyen, nem. Ha nem utólag, az valakiben... Nem. Hát ezt a izék mondják a hivatalosságok, hogy cserkészek vésték be ezt a rovás gyereket, a cserkészek persze. Igen, mert ilyen vidám gyerekek voltak a cserkészek. Én csak szeretném kiegészíteni azt, amit a szintén polgármester az előtt itt elbehozott a babás történetet. Valószínűleg az a keveret, hogy a korábban találtak egy kumbabát végezették, levitték a domokéjú mellé. Ja igen, az árok aljába te valószínűleg azzal kevered, azt a sashegyi találta. Azt a sashegyi találta, levitte, és amikor már elvitték volna, vagy két napra később elvitték volna, korábban elvitték kőbányába. Kőtörölték. És földobták ezt is. Tehát amit a sashegyi talált, tehát így, de valami hasonló lehetett, tehát nyilván ezzel kevered össze, de ez a plébános, ez ennek az emlékére faragtatta, hogy ő ezt ott az árok aljába, tehát ott, ahol a híd van, tehát amiről beszéltem, az árok aljába, azon a környéken találta azt a le is rajzolta. Hinnünk kell a sashegyinek, de nem tudja bemutatni, mert egy Kramermeier, vagy mit tudom én, mi annak idején ilyen, hogy hívják ezt? Kőzúzó telep vezetője, és akkor ott volt, és akkor kimentek, akkor már sashegyi nem volt ott, és földobálták a köveket a terrautóra, és eltűnt a kőzúzóba. Kész. Na most kénytelenek vagyunk hinni a sashegyinek, hogy talált valami ilyesmit, de végül is ez nem befolyásolja azt a művet, amit ő létrehozott. Igen? Sok mindenki keresi Ős-Budavárát, nagyon sok szakértő van, ezek egyrészt találkoztak-e önnel például, és összerakták azt a tudást, vagy ez most a Gábornak ez a... első kezdeményezése, hogy végre találkozhassanak és összesíteni lehessen azokat az eredményeket, akkor amelyek külön-külön megvannak, László Imre, stb. Szőnyi, stb. Tehát... Én megmondom őszintén, hogy egy időben elég gyakran találkoztam Papp Gábor művészettörténésszel, és nagyon szerettem az ő művészettörténeti előadásait. Főleg akkor, amikor már nem 3 óráig tartott, hanem csak másfél mondjuk. De mindegy, most nem akarom őt bántani. Ő engem éppen Pilisszántón a videón visszanéztem, kutyázott le, hogy már én is csak a Ős-Buda, meg mindenki csak az Ős-Buda, ez majdnem szó szerint így hangzott el az ő előadásán Pilisszántón, és az miért baj, hogyha az ember elkezd kutakodni, meg nem tudom én. Jó magyar szokás szerint itt is egy olyan van, ilyen irigységhullám megy végig ezen a területen. És hát ezért ismételtem sokszor azt, hogy inkább csak muzsikáljak, mert legyen elég neked az is, meg mindegy, ezt hallottam konkrétan személytől. De ezért igazság szerint... Ezért nincs értelme nekünk összeülnünk. Hát én több mint 15 éve pénzfáradtságot nem kívülve, hát azért látszik, hogy ez nem kis munka. Jöjjenek, segítsenek, de nem, nincs rá szükség, csak mondom, hogy én ezt elvállaltam, eljutunk talán a végéig, talán lesz eredmény. Én nem vitatkozom senkivel. Hát most bolonddal miért vitatkozok, aki ott káromkodik a fal előtt, hogy itt ez, mit képzelünk mi, meg hogyan... Semmi. Hát mi végezzük a dolgunkat, mindenki végezze a maga dolgát. Az azért figyelemre méltó,
hogy ezek közül egyikről se tudok, hogy ásót ragadott volna. Egyikről se. Hát íróasztal mögül is lehet okoskodni, de hát mi ezt az utat választottuk, kicsit nehez. Ha össze kellene foglalni röviden pár mondatban, hogy mi lenne a célja a kutatásainak, akkor hogyan fogalmaznál? Hát az, ami talán úgy kiderült ebből az előadásból, hogy itt nagyon erősen rémlik az, hogy itt valami szakrális műveletet végeztek. Tehát mondjuk temetkezésig bezárólag. Ugyanis egy jelentéktelen kőbányát, akár római az, hát nem töltenek vissza ilyen hermetikusan, nem jelenik benne meg az állatáldozati csontok egy nyilván szertartás keretében. Találtunk egyébként egy repedésben két érintetlen vésőt, tehát ez a két ilyen, még középen van a luk, és érintett, de azzal nem dolgoztak. Most akkor az ember úgy eltűnődik ott a sátorba esténként, hogy akkor mégis mi? Hát nyilván az, hogy az iparos most se hagyja ott a szerszámos ládáját, de betette oda, és már holnap, hogy rövid legyek, holnap már nem tudtak visszajönni. Na ez a rómaiakra vonatkozik, nem a hunokra, mert a hunok befejezték ezt. Ha ők csinálták. Márpedig úgy néz ki, hogy igen. Tehát az ott hagyott szerszámok, azok arra vallanak, legalábbis szerintünk, hogy másnap már nem jöttek, így szoktuk ezt fogalmazni, mert történt valami a környéken, és már nem tudtak kijönni. És ez a római idő, hát nyilvánvaló, hogy kik jöttek. Hát ki jöttek a hunok, kész. És akkor már nem lehetett oda kimenni, kövecskét faragni. És a többi, azt próbáljuk ilyen mozaikszerűen, puzzle-szerűen összerakni, hogy mi. De soha semmit nem állítottunk. Kijött egyszer sok évvel ezelőtt a rádiótól egy riporternő, én vittem föl Jeep-el, meg emlékszem, megkérte arra, hogy a múltkor gyalog ment föl, de hát azért messze van, meg fárasztó, meg minden, de hogyha most fölvinném, és akkor készíteni a riportot, ülünk egy farönkön, itt ül a Tamás, a régészünk, itt ül a riporterasszony, itt ülök én. Régészt faggatja, hát igen, meg a csegránát, és a hipokausztum, és a mit tudom én, nyomja ezeket a szakszövegeket, meg a réteg vizsgálat, meg a nem tudom én mi. Hát ez egy idő után elunta, és átfordult hozzám. De művészül, akkor most tényleg mondja meg, hogy mit vagy kit keresnek. Mit vagy kit? Mondom, összefüggéseket. Ennél becsületesebb válasz nem lehet, mert hogy veszem én a bátorságot, hogy bármit kijelentsek? Mert hogy nem keresünk semmit, hanem figyeljük az összefüggéseket, abban a reményben, hogy tényleg valami komoly dologra lelünk. A jelek erre mutatnak, de én nem mernék a számon kiejteni egy nevet se, semmit. Mert még számon kérik, hogy te azt mondtad a múltkor, hogy és most akkor mi van? Na, tehát összefüggéseket keresünk, és próbáljuk összerakni ezeket az összefüggéseket, és közben ásunk keményen. Ásunk, mert ugye nem akarom még egyszer mondani, íróasztalnak könnyű okoskodni. De ez a nagykő, ez az utolsó, amit itt mutattam, ez tényleg úgy néz ki, hogy itt jövőre itt valami árulkodni fog. Tehát valamit letakartak vele, vagy egy járatot, vagy egy nem tudom, és stb. Nem tudom. De hát nem látunk a föld alá. Jaj, voltak is. Itt megfagyunk vele. Semmi. Semmi. Hát ilyen radarok meg mindenféle izék. Hát itt eleve mentünk egy kocsival, de hát nem lehet ilyen kocsival menni, ami izé, mert hát ilyen a terep, meg egyáltalán hát az ezek a fémkeresős dolgok. Tehát, hogyha ez mondjuk 3 méter mélyen van, akkor a fémkereső már nem csipog. Nem tudom, mindegy, próbálkoztunk, de úgy néz ki, hogy a sors úgy akarja, hogy ne ússzuk meg ilyen könnyen. Hát nem tudjuk, hogy mi van. Hát nem tudjuk, milyen eszközt használjunk. Hát vannak nyilván olyan lézerek, meg nem tudom, mi feltehetően, de nem tudom, mindegy, ásunk. Tehát ez mindenképpen egy behatároló tényező, hogy olyan eszközökhöz nem tudom. Nem tudunk hozzájutni, de nem is, most már nem is érdekel minket, mert valóban úgy néz ki, hogy jövőre megkapjuk a választ.
vagy így, vagy úgy. Kultvilágára kutatásokból be vannak nyomva a következő generáció. Be vannak-e oltva ezzel a szenvedélyen a kertészek, fiúk, lányok, gimnazisták? Hát ugye a munkatársak között ugye, hát inkább azt tudom mondani, hogy öregedő fiatalok, akik még azért a csákánytőt tudják venni, azoknak is azért van családjuk, meg nem tudom én, de én nem tudom, hogy mennyi ideig, nem hiszem, hogy túl sokáig tart ez a vizsgálat, és nem ezért történt, hanem más miatt. Az én őrsfiamat, aki egyébként kitűnően dobol mögöttünk, PR-osnak be évekkel ezelőtt beajánlottam a Szentendrei Múzeumba, és ő gyakorlatilag ott van a közepében ennek az egész történetnek. Ha én történetesen elrepülnék, mint sólyom, akkor ő mindent tud erről az egész dologról, ha éppen nem sikerül befejeznünk. Tehát én ezt tudom garantálni, hogy aztán egyébként mi van, azt nem tudom. Én éppen most elhangzott ez a Kölcsei díj, köszönöm szépen, ahogy megemlítetted. Ott elmondtam a riportban, nem tudom, látták-e, nem láttátok. Ott elmondtam a riportban, Kölcsei, a most már az a generáció, amelyik csukott szájjal, lesütött fejjel hallgatja, hogy játsszák a Magnóról a himnuszt, szembe velünk, akik ordítva énekeltük, meg még utánunk jócskán. Nem folytatom. Szóval sok minden eszébe jut az embernek erről. Én el szoktam mondani azt, hogy igazán nem ők tehetnek róla. Mármint nem az a fiatalok tehetnek róla, hanem az a trend, ami most már hosszú-hosszú idők óta alakítja az ő képüket, világnézetüket, és nem tudom, stb. Ettől persze még lehetnek jó bankárok, vagy politikusok. Nem, abban nincs jó. Most hirtelen nem tudom, ezt miért mondtam ki. Jó, de hát maga a terület az alkalmas ugye a fiataloknak, hogy meghódítsák, és nem tudom én. És a zenéről meg aztán ne beszéljünk, jó? Jó, akkor nincs több kérdés, akkor megköszönöm. Még van egy kérdésem. Ja, bocsánat. Ott a falon, ha szembe állunk vele, baloldalon majd olyan, hogy olyan Árpád-sáv jellegű elkínelődést, annak mi a jelentés? Semmi az ilyen vas, nem. Nem kell beleképzelni mindenbe. Hát a vas ilyen rozsdacsikok jönnek ki a vas. Mert van vastartalom, hát azért ezeket a pilisi bányákat azért kutatták. Hát erről hosszan ír a Sashegyi egyébként a tanulmányaiba, hogy hát ugye a fegyverekhez, meg a mindenféléhez kellett a vas. És ezért kutatták ezeket a tárnákat többek között. Ennyi. Nem, le kell szokni a képzelődésről, mert az pláne egy ilyen nagyon fontos munkánál félrevezeti az embert, hogyha lehet képzelődni, csak másnap el kell felejteni. És előre kell kezdeni. Jó? Köszönöm szépen még egyszer.